Szabadon engedték az oroszok Brittney Griner amerikai kosárlabdázót. A WNBA sztárt februárban vették őrizetbe kannabiszolaj birtoklásáért a moszkvai repülőtéren. Augusztusban 9 év börtönbüntetésre ítélték, novemberben pedig egy morvinföldi büntetőtelepre szállították. Az amerikai elnök tweet üzenetben tudatta, hogy fogolycsere történt, Griner pedig már az Egyesült Államok felé tart. Biztonságban van, egy repülőgépen ül és már hazafele tart. Törvénytelenül tartóztatták le Oroszországban, és tűrhetetlen körülmények között tartották fogva. Brittney nem sokára újra szerettei körében lesz, ilyen sokáig nem lett volna szabad távol lennie. Az orosz kormányzat egy amerikai börtönben 25 éves szabadságvesztését töltő hírhet orosz fegyverkereskedő Viktor Butz szabadonbocsátásáért cserébe engedte el a 23 éves versenyzőt. Időközben az orosz külügyminisztérium is megerősítette, hogy az elítéltek kicserélése megtörtént, az orosz média szerint Abu Dhabiban.